fantasztikus dolog, világra szóló dolog jött létre, ami csak ennek az intézménynek a sajátja, és bátran mondhatjuk, hogy ez az európai örökség része, sőt a klasszikus zene gyökereinek is a része. A Zeneakadémia 2011 és 2013 között zajló rekonstrukciója során tudtuk, hogy a legnagyobb kihívást az orgona kérdés megoldása fogja jelenteni. Tudtuk, hogy a rekonstrukció kezdetekor az épületben található hangszerek nem felelnek meg sem az oktatás, sem pedig a hangversenyezés követelményeinek. Orgona tanáraink egy orgona vizsga után karon fogtak, hogy akkor most menjünk ebédelni. És akkor én még nem tudtam, hogy erről lesz szó. És Szabó Balázs és Passang Laci annyira fantasztikus jövőképet vázolt föl azzal kapcsolatban, hogy mi lenne, ha a nagy projekt kapcsán az orgona is eredeti állapotába állna vissza, hogy tanszékvezetőként én arra gondoltam, hogy na ez az az ügy, ami mellé oda kell állni. Sose felejtem el, hogy kb. 10 évvel ezelőtt egyszer csak megjelentek az irodámban, ugye akkor még én voltam a rektor, itt ebben a házban, tehát még a felújítás előtt volt, de már előkészítettük a dolgokat, megjelentek az orgonisták, az orgonatanszaknak a tanárai, és egy elképesztő szuggesztivitással elkezdték mesélni, hogy megvannak az orgonának, az eredeti orgonának a sípjai, megszerezhetőek, és hogy teremtsük meg ennek a teremnek az eredeti hangját. És hát ez engem annyira megfogott akkor, miközben hát vakartam a fejem, hogy te jó Isten, hát megy most már lassan a felújítás, nincs benne a nagy projektben az orgona, ugye mi lesz most, hogyan cseréljük le a másik orgonát, és így tovább. És akkor mégis azt mondtam, hogy hát ebbe bele kell vágni mindenképpen, mert ez egy akkora terv és akkora projekt, és hát ugye a csodáknak a sorozata folytatódott, mert néhány évvel később, amikor már szépen előkészítettük ezt a projektet, a magyar kormány, hát azt lehet mondani, egy emberként mellénk állt, és megteremtették a lehetőségét az anyagi forrásoknak. És akkor valóban aztán úgy zajlott minden, úgy simult a történetre, az orgonának a története, ahogy azt a nagykönyvben olvashatjuk, és végül is megszületett ez a csoda, amiről az ember hát meghatottság nélkül nem is tud beszélni, mert amikor megszólal ez az orgona, akkor tulajdonképpen a terem szelleme szólal meg, a terem hangja szólal meg, és a terem hangján keresztül maga Liszt Ferenc, ami alapítónk, aki ugyan akkor már halott volt régen, amikor ezt a termet és az orgonát eredetileg megépített, de mégis, mint minden ebben a házban, az egész tradíció őrá vezethető vissza. Az orgonatanszak tanárainak ötlete találkozott azzal az elképzeléssel, amit az épület rekonstrukciója során követtünk, hogy próbáljuk meg in situ megőrizni azokat az örökségvédelmi szempontból is jelentős értékeket, amelyeket az épület 100 év története során magában tudott tartani. Másrésztről pedig olyan innovatív elemeket vigyünk mégis bele az épület mindennapos működésébe, ami még hosszú évtizedekig garantálja a problémamentes és magas színvonalú működést. 1905-ben merült fel a Zeneakadémia új hangversenytermébe egy korszerű koncertorgonának az építése. A pályázaton olyan cégek jelentkeztek, akik elsősorban német nyelvterületen tevékenykedtek, és a koncertorgonákra specializálódtak. Ezek közül is kiemelkedett egyébként a Karlsruhe Durlachi székhelyű Folyt és fiai orgonaépítő cég, akik ugyan kisebb számban építettek orgonákat, azonban minden orgonájuk világhírű lett, amiatt, mert olyan különleges koncepciókat és minőséget tudtak hozni, amit vetélytársaik nem. Gürgel Kálmán németországi tanulmányútjai során megtekintett több olyan hangversenytermet, amiben Folyt orgona volt, és Heidelbergben találkozott is a cég képviselőivel, Emil Folyttal, aki egyébként erre a budapesti pályázatra a legrészletesebben kidolgozott anyagot adta le, és a legjobb rendszerben kínálta a színpadon mozgatható elektromos játszóasztalt, ami az építőbizottságnak elnyerte a tetszését, így gyakorlatilag konkurens nélkül Folyt lett az, aki megnyerte ezt a pályázatot, és megkapta a felkérést egy új hangversenyorgona építésére. 1907. januárjában 23 tonnányi alkatrészt küldtek el a német szakemberek, majd itt januártól egészen májusig tartó munkával építették föl az orgonát a nagyterem orgona karzatán. 1907. május 15-én került sor arra a pillanatra, amikor Antalfi Zsíros Dezső, az intézetnek akkor még nem tanára, hanem frissen végzett növendéke,
először megszólaltatta az orgonát, és ő volt az, aki a hangszerben az első módosítást is kérte, hiszen 1910-ben egy második játszóasztalral szerelték fel a hangszert az ő kérésére. Pontalfi számára ez a hangszer volt az etalon. Az orgona iskolájában is ezt a hangszert mutatja be. Orgona műveinek a nagy részét erre a hangszerre képzelte el, és ezen a hangszeren működnek azok a regisztrációk, melyeket a műveihez hozzárendelt. Ez a hangszer lehetőséget teremt Antalfi újra felfedezésére, egy Antalfi reneszánszra, de ez egyáltalán nem kizárólagos. Egyedülálló módon itt Budapesten épült meg a világon az első olyan játszóasztal, ami nem csak hogy mozgatható volt, hanem a belseje tisztán elektromos rendszerrel készült, ami lehetővé tette azt, hogy nagyon könnyű volt a súlya az asztalnak, tehát könnyen lehetett mozgatni, illetve Girgöl Kálmánnak a tervei alapján egy nagyon kecses, nagyon elegáns külsőt kapott ez a játszóasztal, ami tökéletesen beleillett a nagyterem belső építészeti koncepciójába. Az orgona első átépítésére 1925-ben került sor, ekkor az orgona tanszakon Zalánffy Aladár, illetve Geyer József kezdték meg a működésüket, akik mindig igyekeztek a legkorszerűbb elvek szerint alakítani a magyar orgonakultúrát, így elsőként hozták be az elzászi orgonareform és az új német orgonareform elveit, és itt a nagy teremben az első átépítés technikai indokai mellett ez az esztétikai paraméter is nagy szerepet játszott. Az orgona ekkora, sajnálatos módon az első világháborús események következtében karbantartás nélkül maradt, így az állapota folyamatosan romlott, és elsősorban a szélsőséges klimatikus viszonyoknak köszönhetően a traktúrája, illetve a szélláda rendszere erős sérüléseket szenvedett, így ez az átépítés elsősorban ezeket volt hivatott orvosolni. Azonban a 20-as évek végére kiderült, hogy ez az átépítés minden erénye ellenére egy sikertelen próbálkozás volt ezeknek a hibáknak a megszüntetésére, mivel nem a hibaforrást, a klímát, illetve az egyenetlen áramellátást küszöbölték ki, hanem elsősorban orgona esztétikai igényekre reflektált. Az 1930-as években a budapesti székhelyű Rieger fióküzem veszi át az orgona karbantartását, ők végeznek kisebb átalakításokat, majd a II. Világháború után az első nagy átfogó átépítést ők végzik. Ez az orgona továbbra is hordozza azonban a századforduló problémáit, és ezért 1955-ben egy nagy átfogó átépítést követően sem sikerül orvosolni ezeket a problémákat, és a 60-as évekre az orgona elvesztette a valódi értékét, az eredeti hangját, a technikai részek pedig egyre bizonytalanabbul kezdtek el működni, így a 60-as évekre megérlelődött az a gondolat, hogy egy további javítás helyett egy új orgonával cseréljék le ezt a hangszert, ami jobban szolgálja a kor követelményeit. 1967-ben került erre sor, amikor a nyugatnémet Walker cég készített egy 86 regiszteres, 4 manuálos koncertorgonát, amit itt az orgonakarzaton építettek be, és elé a folyt orgonából csupán a homlokzati sípok, illetve a homlokzati fal maradt meg, mint egy dekorációképpen, azonban az eredetileg kiváló hangminőséggel rendelkező sípok, azok némák maradtak, és 50 évig nem is hallotta őket senki, hogy hogyan szólnak. A folyt orgona átépített formájában tehát a 60-as években kikerült a Zeneakadémiáról, több vidéki helyszínre építették be az alkatrészeit, ennek a legjelentősebb része Győr városházának a dísztermébe került. Azt lehet mondani, hogy nagyon nagy szerencse az, hogy jelentős mennyiségben nem csak a sípanyag, hanem szerkezeti elemek is megmaradtak az orgonából. Ezek a darabok biztosították azt, hogy a rekonstrukciója ennek az orgonának hiteles tudott lenni, és nagyon sok eredeti alkatrészt is ismét vissza tudott menteni a nagy teremben. Az épület rekonstrukció gondolatával, amikor felmerült, hogy az orgona megjelenése is visszakapja az 1907-es eredeti állapotot,
Ekkor pecsételődött meg, hiszen a Walker orgona az eredeti pozícióba hozott homlokzat mögé már nem fért el többé, így ez egy egyedülálló lehetőség volt arra, hogy ezt az igencsak hányattatott sorsú orgona történetet újra lehessen gondolni. Az építészekkel és az örökségvédelmi hatósággal az a döntés született, hogy az orgona homlokzatának, ami egyébként az eredeti sípsort foglalta magában az elmúlt 100 évben mindvégig, azt az eredeti pozíciójába kell visszahelyezni. Tulajdonképpen ez volt az első lépcső ahhoz, ami megnyitotta az utat a folyt orgona rekonstrukciója fele. Ekkor döntöttük el azt is, hogyha a homlokzatot egy méterrel hátrébb helyezzük, és mögötte lebontjuk az itt található Walker orgonát, akkor helyreállítjuk a homlokzatot. Még az uniós projekt keretében ezért megtörtént a homlokzati sípsornak a rekonstrukciója. A majd 4 évtizeden keresztül némaságra ítélt homlokzati sípsor tulajdonképpen ekkor nyerte vissza a hangzásképes állapotát, viszont a hangszer mögöttes részeire még várnunk kellett. Ezen segített egyébként először 2010-ben az egyetem szenátusának az a döntése, amelyben az orgona tanszak tanárainak javaslatára és előterjesztésére nagyon-nagyon sok egyébként nemzetközi szempontból is jelentős művész támogatásával javasolták az egyetem legfőbb döntéshozó testületének, hogy az eredeti 1907-ben felállított hangszert kell a nagyteremben visszaállítani. A szenátus ezen döntése alapján tudott az egyetem vezetése a magyar kormánynál annak érdekében eljárni, hogy erre megfelelő forrásokat tudjon biztosítani, és végül 2012-ben egy kormányhatározat tette azt lehetővé, hogy az eredeti homlokzat, az eredeti pozíciójában visszaállított homlokzat mögött a folyt hangszer megépülhet. A kivitelező kiválasztása során hozott döntésünk nem csak azért bizonyult nagyon szerencsésnek, mert egy olyan céget választottunk, amelynek rendkívül impozánsak a nemzetközi referenciái, és ezáltal biztosak lehettünk abban, hogy nagyon komoly gyakorlatuk van ehhez hasonló méretű vagy ennél nagyobb hangszerek építésében, hanem azért is, mert azt a német orgonaépítő tradíciót követi, amelyet képviselt annak idején 1907-ben a folyt gyár is. 1882 óta építünk hangszereket, és nagyon hálás dolog, hogy sok izgalmas projekt részesei lehetünk. Már a dédnagyapám is számos helyen, nem csak Bonn közvetlen környezetében, hanem azon túl is épített orgonákat. A nagyapám is például a kölni dóm 700 éves évfordulójára, valamint a hiroshimai világbéke székesegyházába építhetett orgonát. Ezen családi tradíciónak köszönhetően, hogy a műhely 1882 óta mindig apáról fiúra szállt, és már 4 generáción keresztül működünk, természetesen egyre ismertebbekké váltunk Németországban. Szép dolog egy ilyen családi tradíciót felépíteni. Meg kell jegyezni, hogy Németország az orgonaépítés központja. A világon sehol más országban nincs annyi orgonaépítő műhely, mint Németországban. Ez biztosan Johann Sebastian Bach nevével, vagy a németországi templomi zene helyzetével függ össze. A hangszer kiviteli tervezésének időszaka 2015 nyarán a szerződés kötéssel kezdődött, és eltartott egészen 2016 nyaráig, amikor is az orgona rekonstrukció lebonyolításában közreműködő orgona szakértők elfogadták a német orgonaépítő által készített kiviteli szintű terveket. Ezt követően még egy nagyon-nagyon intenzív műhelymunka periódusra volt szükség. A budapesti Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgonájának felújítása minden orgonaépítő álma. Ez az az orgona, amelyik alkalmas a zenekari művek megszólaltatásához. Együttérző, finomérzésű. Tökéletesen illik a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem dísztermének építészetéhez,
amivel szinte összeforr, és egy végtelen harmóniát alkot. És ezt a hangszert újra életre kelteni, a hagyományokhoz viszonyulva, ami a régiben még él, azt az újba beleépíteni, úgy, hogy a végén újra visszakerüljön az élet az egészbe, ez a legszebb feladat számomra ebben a munkában, mivel mindez a mai világban már elveszett. Manapság már hiányzik számos anyag és alkatrész, ami az új hangzás életrekeltéséhez elegendő lenne. Így ennek elérése a leghatásosabb, és persze a legnehezebb munka. Egy 10-es skálán én a 20-ast mondanám. Ez egy rendkívül komplex projekt, rengeteg nehézséggel. Nagyon sok kihívással jár, és nagyon hálás vagyok, hogy egy magyar orgonaépítő műhellyel működhetünk együtt, mely hatalmas tapasztalattal, fantasztikus kézműves képességekkel rendelkezik. Számunkra élmény így dolgozni. Fontos, hogy egyfajta lelkesedéssel végezzük el a feladatot. 2016 és 17 között műhelyben készültek el a hangszernek a főbb alkotóelemei, tartószerkezeti elemei, a szélellátásnak különböző alkatrészei, amelyek aztán 2017 nyarán épülhettek be egy nagyon-nagyon rövid 90 napos periódus alatt a nagyterembe. Ez tulajdonképpen egy óriási lehetőség volt ez a projekt, hisz maradandót alkottunk, széthordott, félig vagy teljesen megsemmisült alkatrészekből kellett nekünk megidézni az 1907-es állapotot, és ennek a teljes munkafolyamatnak köszönhetően a cégünk, és ezzel együtt az egész magyar szakma óriási fejlődésen ment keresztül, hisz a világ legkomolyabb orgonaépítő cégével tudtunk nagyon harmonikusan együtt dolgozni. A mi feladatunk volt az orgona szélládáinak a rekonstrukciója. Ha ezután bárki idejön Magyarországra és orgonával találkozik, ez a hangszer az elsők között lesz, amivel érintkezni, találkozni fog, és így tud egy képet alkotni a magyarországi orgonállományról, a magyarországi orgonaépítészetről, amiben nekünk részünk lehetett. 2017 nyarán kezdődött az első helyszíni építési fázis, amikor is egy nagyon rövid, alig 90 napos periódus alatt kellett a hangszer főbb alkotó elemeit beépíteni a nagyteremben. Annak érdekében, hogy ősszel, szeptember közepén átadható legyen ismét a hangversenyezésnek a hangversenyterem. Ezzel párhuzamosan egyébként tovább kellett folytatni a műhely munkákat. Itt a helyszínen megkezdődött a sípoknak az intonálása, és 2018 nyarán értünk az áró szakaszba, amikor is ismét egy alig 90 napos terminus alatt a végső intonáció, a végső hangzáskép kialakítása és a befejező munkálatokkal tulajdonképpen szeptemberre elkészült az orgona, és hát ez az, ami tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy most október 22-én a nagy közönség számára is bemutassuk. Évekkel ezelőtt jártam már a Zeneakadémián, és hallottam az előző orgonát is, amihez képest óriási a változás. Igen, örömteli, hogy a hangszín lehetőségek ilyen széles választéka áll rendelkezésre, különösen az, hogy minden regiszter tökéletesen keveredik egymással, és ha hozzákapcsolok vagy elveszek valamit, mindig egy új, harmadik szín születik. Tehát ez a hangszer a hangszínek csodálatos kavalkádját szólaltatja meg. Szokatlan számomra ez az intonáció, mivel Franciaországban nem ezt használjuk. De természetesen nagyon érdekes hallani, hogy az orgona építője a lehető legjobb hangminőséget alkotta meg. Egy pár perccel ezelőtt hallottam először a hangszert, és elképesztően egy gyönyörű hangzást árult elém. Minden megváltozott. Tehát itt a sípok, tehát a regiszterek élnek, az egésznek van egy egységes összképe, dinamikája van, félelmetes pianissimók, és egy nem agresszív, de egy teljes, egy férfias plénuma,
Tehát minden, amit egy orgonának tudni kell, ez a hangszer tudja. Amikor az orgonához először leültem és elkezdtem a különböző regisztereket kipróbálni, akkor azon vettem észre magam, hogy igazából nincs is kedvem új regisztert bekapcsolni, mert amit először bekapcsoltam, az is annyira fantasztikus, hogy egyszerűen nyitja önmagát, újabb és újabb lehetőségeket ad, újabb és újabb dolgokra inspirál. És ez az élmény aztán megsokszorozódik, amikor az ember a többi regisztert is bekapcsolja és elkezdi próbálgatni. Számomra soha nem fért egyetlen kétség sem ahhoz, hogy a nagyteremben mindig felemelő játszani, egy olyan színhelyen, ahol a 20. században mindenki megfordult, aki számít, és ennek a teremnek lelke van, ennek a teremnek atmoszférája van, ez alól senki nem tudja kivonni magát, és az organistáknak nem véletlenül támadt hiányérzetük, akkor, amikor ebből a millióból hiányzott az orgona. Ha valakit meghívnak a berlini domba orgonálni, akkor egy remekelő tanulmány lesz itt házon belül. Ez óriási szó, ezen az orgonán kipróbálni a repertoárt. Lélektanilag sem közömbös, hogy a diákjaink, hogy lépnek be egyáltalán az épületbe, egyáltalán a saját tanulmányaik színhelyére, hogy van-e ott egy olyan hangszer, ami kihívást jelent számukra, amire büszkék, és amin kipróbálhatják magukat. Most úgy érzem, hogy érdemes élni a tanszakon, és érdemes diáknak lenni, tanárnak is pláne. Az európai oktatási intézményekben ma már alapkövetelménynek mondható, hogy a hallgatók különböző stílusú orgonákon tudjanak tanulni. Olyan hangszereken, melyek egyidősek azzal az irodalommal, amelyet játszunk, legyen az Bach zenéje, vagy Liszt zenéje, vagy Olivier Messiaen zenéje. És az a tapasztalat, hogy az igazán nagy romantikus hangszerek az oktatási intézményekben nincsenek jelen. Tehát hasonló méretű jelentőségében és hasonló történelmi hangszerrel tudomásom szerint két oktatási intézmény rendelkezik, az Amerikai Yale Egyetem és a Moszkvai Csajkovszki Konzervatórium. Most Budapest és a Zeneakadémiával belépett ezeknek az intézményeknek a sorába. Ez egy olyan hangszer, amin a teljes irodalom játszható, jó érzéssel, és gyakorlatilag minden irodalomnak olyan regisztrációt lehet kitalálni, amitől az ember jól érzi magát. Tehát itt, ha az ember egy barokk plénumot akar kikeverni, akkor nem 6 és 8 regisztert használ, mint a Bachi orgonán, hanem lehet, hogy 22-t kell összepárosítani, de ugyanaz az élmény itt is megvalósítható. Vagy ha például az ember francia romantikus zenét akar játszani, akkor itt kereshetjük azokat az alapregisztereket, ami egy mondjuk Cavaillé-Coll orgonának a sajátossága, elsősorban az intenzív nyelveket nem találjuk, de találunk hozzá kiegészítőleg olyan regisztereket, amivel azt az élményt, azt a zenei élményt maradéktalanul meg lehet ezen a hangszeren is valósítani. Ez egy olyan tökéletesen megalkotott hangszer, egy olyan tökéletesen megkomponált millióbe, hogy egyrészt nagy megtiszteltetés leülni és játszani, és ez a fajta tökéletesség egészen biztosan egy másfajta munkára, egy sokkal elmélyültebb munkára fog minden orgonistát inspirálni, legyen az zeneakadémiai hallgató vagy zeneakadémiai tanár. Valódi célkitűzés volt az, hogy az orgona ne csupán egy látványszinten tudja hozni a 100 évvel ezelőtti állapotát, hanem mind a technikai részeknek köszönhetően, mind pedig az elkészítés során minden paramétert figyelembe véve az eredeti hangzást is sikerüljön visszaállítani. Ennek a módozata egyébként az építés során úgy történt, hogy az eredeti homlokzati sípoknak a megszólaltatásával kezdtük az intonációt. Ezek voltak azok a sípok, amik már viszonylag korán elhallgattak, így hordozták egy időkapszulaként a folyt hangzást magukban, majd ezekhez a sípokhoz lett hozzáalakítva a teljes orgona hangzása. Így egy páratlan élményünk van, hiszen hogyha meghallgatjuk ezt az orgonát, és hogyha meglátjuk
az eredeti játszóasztalnak a mását, akkor 110 évet tudunk visszarepülni az időben. Én azt hiszem, hogy ez az orgona megidézi a múltat, de abszolút előremutat. Tehát valóban a Zeneakadémiának az a szellemisége, amit Liszttől már kezdetektől fogva örökölt és hoz magával, és nagyon fontosnak tartja valamennyi oktatónk és minden munkatársunk, hogy van egy tradíciónk, van egy komoly európai gyökerünk. Elsősorban itt Magyarországon a német zenekultúrát kell ezen érteni értelemszerűen a történelmi okoknál fogva is. De minden korban és Liszt szellemiségének megfelelően az iskola mindig is törekedett arra, hogy nagyon nyitott legyen, nagyon a megújulásra képes, és így módon, hogy ez orgona egy olyan hangszer, ami komoly építkezés, ezt lássuk be, biztos vagyok benne, hogy ezeket az innovatív, új dolgokat, amit beépítettek a szakemberek és a technika, ezt ők varázslatosan fogják tudni alkalmazni, mert a zenére is kihat. Tehát, hogyha egy hangszer könnyen kezelhető, vagy képes arra, hogy a gondolatot, az ötletet, az elképzelést meg tudja valósítani technikailag, akkor ez szárnyakat ad egy muzsikusnak. Biztos vagyok abban, hogy ez a hangszer, ez egy ilyen hangszer.